Kedves nézőink, Önök a Zóna című műsorunkat látják. Mai vendégünk Andrássik Remo, a magyar zenei élet egyik jeles harcosa, és mégpedig a hangszeres zenéért harcolt. Szia, Remo, kösz, hogy eljöttél. Szervusztok, üdvözlöm a televízió nézőket. Még a műsor előtt már, hát hogy is mondjam, volt módom a harcodat látni, tehát azt éreztem, hogy te tényleg lelkeden viseled azt, hogy minél több gyerekhez jusson el a hangszer. Miért fontos ez? Én azt gondolom, hogy alapból nagyon fontos, hogy egy országban a művészeteket űzzék, főleg a legfiatalabb generációk. A zene az pedig szerintem a művészetek csúcsa, egyszerűen semmi mással nem pótolható. Ugye azt mondta Kodály is, hogy ugye a zene a lélek tápláléka, és semmi mással nem pótolható. Tehát ezen az úton kell járni, és arra kell biztatni a gyerekeket, hogy minél többen inkább hangszereket vegyenek a kezükbe, mint okos eszközöket, mert míg az okos eszközök elmagányosítják az embert, addig a hangszerek meg társaságba vezetik, egy társasági életformát adnak a kezükbe, és megtanítják őket együtt működni, együtt zenélni, hiszen szép magyar szavunk az együttes, és ugye ott van benne a lényeg, hogy ezt együtt kell tennünk. Sajnos nem állunk jól ebben a harcban. Ugye Európában alulról vagyunk a másodikok a tekintetben, hogy hányan játszanak hangszereken egy adott országban. Ugye Bulgáriát sikerült eddig megelőznünk, de hát innen szép nyerni, ahogy szokták mondani. Reméljük, hogy azért hozzá tudunk majd tenni ehhez. Rólad lehet tudni, hogy már 13 évesen olyan együttesbe játszottál, mint az Easy Labor. Hogy indult ez a zenei karrier? Igazából sportoltam, inkább sportolónak indultam, de valahogy egyszer egy ilyen pingpongozás közben ott valaki előkapott egy gitárt, és az engem teljesen lenyűgözött, és utána elkezdtem gitározni, és azt hiszem, hogy talán egy éven belül el is döntöttem, hogy én ennek szentelem az életemet, és utána már a többi már ment egyszerűen, gyorsan működött, végül is egy olyan tényleg 40 év alatt az ember egész könnyen el tud jutni oda, ahol én vagyok. És gondolom zenésztől ez egy picit ilyen badalság megkérdezni, hogy van olyan, ami nagyon, hogyha visszagondolsz, közel állt a szívedhez a munkáid közül, amit a kezedbe a kis gitárral. Hát ugye én 1990 óta foglalkozom gitártanítással, számomra ez az igazi cél, tehát mindig is zenéltem, játszottam zenekarokba, de gyakorlatilag azt, amikor én elkezdtem tanítani, és láttam azt, hogy eredményt érek el gyerekekkel, fiatalokkal, aztán később kevésbé fiatalokkal, azt, hogy milyen könnyedén sikerül rávennem valakit arra, hogy neki szentelje az életét a hangszernek, vagy legalábbis éljen hangszerrel, mert az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő szakmai szinten például ebből akar élni, csak egyszerűen boldogabbá teszi az életét az, hogy a családi ünnepeken, vagy csak úgy egyébként önmagának játszik, és mikor én rájöttem arra, hogy nekem ehhez van képességem, hogy ebbe belerángassam az embereket, akkor tulajdonképpen számomra eldőlt az, hogy mi az igazi élet, és mi az, ami a legkedvesebb. Maga a tanítás, és aztán utána rögtön már nagyon fiatalon elkezdett foglalkozni azt, hogy hogyan lehetne a tanítást tömegessé tenni. Tehát elkezdett érdekelni az, hogy milyen metódusokkal lehetne tömegesen könnyű zenét oktatni. 90-es évek elejétől már ezzel foglalkozol a gitártábor, de erről beszélj egy picit, hogy akkor melyek voltak ezek a lépések, amik egy kicsit szélesen. Igen. Hát az a helyzet, hogy ugye 93-ban még akkor az Easy Labor nevű zenekarnak voltam a tagja, akkor mi csináltunk egy Zánkai Poppiac nevű rendezvényt, ahol tulajdonképpen szerettünk volna egy ilyen kis midemszerű zenészeknek a fesztiválját létrehozni, ahol a szakmai háttér, munkások, kiadók és egyáltalán a zenészek, meg a közönség ugye együtt tud bulizni. És ezt követően én már, sőt már ez előtt is, de ezt követően már nagyon erősen bennem volt az, hogy én ettől még szükebbre venném a képet, és inkább a hangszeres zenélésre koncentrálnék. Nem volt Magyarországon akkoriban elérhető könnyűzenei hangszeres oktatás. Sajnos intézményes szinten ma sincs, de
De alapszinten vannak azért intézményeink, de alapszinten nincs intézményes oktatás. Hát van külön zeneiskola, de amikor azt mondani, hogy elsajátítjuk az alapokat a gyerekekkel, megszerettetjük úgymond az élő zenét, az nem. Igen, könnyű zenét nem oktatnak egyébként a zeneiskolában. Zömében klasszikus zenét és népzenét oktatnak, könnyű zenét csak nagyon kevés helyen, tehát ez még nem szokványos. Alapszintű intézményi rendszer a könnyű zenének mondhatjuk, hogy nincsen. Talán ez egyébként az oka annak, hogy ott tartunk a alulról a második helyen, hiszen a gyerekek az utolsó felméréseink alapján a gyerekeknek, a gimnazista korú gyerekeknek a 95%-a első helyen jelölte meg az érdeklődési körében a könnyű zenét. Miközben ezt egyébként nem lehet tanulni. No, de nem akarok elkanyarodni, tehát tulajdonképpen a tömeges zeneoktatás metódusait, meg annak a lehetőségeit próbáltuk vizsgálni. Igazából ugye én miskolci származású vagyok, és mi akkor ott 94-ben szerettünk volna egy iskolát indítani, és mielőtt neki indultunk volna az iskolának, akkor szerettük volna kipróbálni, hogy működhet-e az, amit mi addig elméletbe kigondoltunk, és ezért hirdettük meg az első Gitármánia tábort. Hát az olyan fantasztikus sikert ért el, hogy 27 éve tulajdonképpen nem lehet abba hagyni, és tényleg működik a tábor, iszonyatos eredményeket értünk el, tényleg azt lehet mondani, ha valaki rákeres, hogy Gitármánia tábor mondjuk az interneten, akkor meg fogja találni az oldalunkat. Hát azt lehet mondani, hogy szinte az egész magyar szakma tanított, vagy előadott, vagy koncertezett, vagy bár ez a koncertezés, ez egy furi dolog, mert nálunk ez se normálisan működik, tehát nem egy hagyományos koncertet kell elképzelni, hanem az is oktató jellegű párbeszéd, hiszen a színpad egyik oldalán is zenészek vannak, és a másik oldalán is zenészek vannak, csak az egyik oldalán kicsit rutinosabbak, a másik oldalán kevésbé. De ez őket egyáltalán nem szokta zavarni, és ettől fantasztikus maga ez a tábor. És hát hála az Istennek éppen ma reggel tudtam meg, hogy ugye a bentlakós táborokat is engedélyezték, úgyhogy ma újra föltettük, hogy lehet jelentkezni. Ez azt jelentette számomra, hogy tulajdonképpen nem volt délelőttöm, folyamatosan telefonáltam, és folyamatosan pittyegett a Facebookom, a Messengerem, a nem tudom mi. Tehát gyakorlatilag megszűntem létezni csak attól, hogy kiraktam. Csak egy nagy gitár villogott előtted, és igen, a tábor. Lehet táborozni. Bízom benne, hogy egyébként is azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt években már szinte olyan teltházunk van, hogy mindig el kell valakit küldenünk, mert nem férünk be többen. Hányan lehet? Mondjuk gondolom most megint egy picit nehezebb lesz, hiszen most a nagyobb létszámú táborokkal amúgy sem lehet gondolkodni. Annyira nem vagyunk nagy létszámú, 350 nálunk a plafon, és ez az elmúlt években mindig megtörtént. Most még nem olvastam el, hogy milyen szabályzók szerint lehet, tehát lehet, hogy nem is szabad ennyi gyereket beengedni. Nyilván mi is szem előtt fogjuk tartani azt, hogy az egészség a legfontosabb dolog, de azt gondolom, hogy azok, akik ott vannak, nálunk rengeteg a szabad tér. Tehát hála az Istennek egy olyan csodálatos helyen van maga a tábor, ami egy 8 hektáros terület, körbezárt terület, erdős, ligetes, úgyhogy nekünk azért megvan a lehetőségünk arra, hogy a lehető legtöbb óránkat kivigyük a szabadba. Az, hogy a srácaink azok, a rengeteg 13 termünk van, és rengeteg nagy tér, óriási koncertsátorral, úgyhogy azt hiszem, hogy meg tudjuk majd oldani. Még annyi a táborról, hogy van-e bármiféle kérés azzal kapcsolatban, hogy valaki jelentkezni szeretne, hogy zenei előképzettség nélkül is lehet, vagy azért kell? Hát nálunk csak akarni kell. Semmilyen, ez elég. Persze, semmilyen zenei előképzettségre nincsen szükség, hogyha olyan is jöhet, aki csak érdeklődik a zene iránt, és nem tudja még eldönteni esetleg, hogy milyen hangszert választana. Itt arra is van. Tehát a Gitármánia ellenére más, tehát maga a tábor elnevezés ellenére lehet más. Igen, ilyen. Nagyon fontos, hogy ugye a teljes nevünk Gitármánia és zenei továbbképző tábor, tehát az öt alap hangszert, a dob, basszus, gitár, billentyű, ének, ezeket kezdő, haladó szinten tanítjuk, de körülbelül olyan 20-22 témát érintünk, a hangszerépítéstől kezdve a zeneterápián át,
a rádiózásig a szerzői jogok, akkor a dalszerzés, dalszövegírás, az önmenedzsment, nem tudom felsorolni, de gyakorlatilag ami a zeneiparral kapcsolatos... Igen, a könnyűzenei ipari iparági hátteret is jelenti, azokkal is foglalkozunk. Most, hogyha ilyen divatos szóval fogalmaznék így 21. századon, ugye nagyon sok platformon harcolsz ezért a küldetésért, ami azt jelenti, hogy minél többen vegyenek kezükbe hangszert. Hogy áll szerinted ez a harc? Hiszen van zenei magazinod, tehát itt sok minden megpróbálsz ez ügyben megtenni. Én mindig azt fogom mondani, hogy lehetne jobb, de azért én azt gondolom, hogy nagyon sokat sikerült megtenni. Kiemelném egyértelműen a hangfoglaló programot, ami ugye, ha jól emlékszem, 6 éve indult, és az egyik legértelmesebb dolog, ami történt a könnyű zenével az elmúlt évtizedben. Iszonyatosan sokat tettek azért, hogy működjön ez az egész zeneiparág a tehetségekért. Rengeteg tehetséget kutatnak, fedeznek, támogatnak. Ugye minket is, az Öröm a Zene programunkat, vagy akár itt említhetném a Hangszert a kézbe programot, ami hát lassan tényleg a 100 000-es látogatottságot lépi át. Erről egy picit beszélj Hangszert a kézben, mert ugye ez a fő üzenet, hogy Hangszert a kézben, hogy ez miről szól. Tehát ugye hallottam, hogy különböző oktatási intézmények, kultúrás intézményekkel fölvezetek a kapcsolatot itt a térségünkben is, hogy mi ez az egész. Igen, hát 3 évvel ezelőtt indult a Hangszert a kézben, akkor úgy gondoltuk, hogy egy 8 állomásos turné nagyobb városokba elvittük, egy jó nagy hangszerkiállítás, 127 hangszerhez tudunk leültetni látogatókat, illetve másik lába pedig egy jól átgondolt rendhagyó énekóra program, amiben hangszerismerettől kezdve hangszertörténeten át játékos interaktív órák, zeneterápia, ott is dalszövegírás, ötletszobrászat, tényleg egy fantasztikusan jól összerakott program, és gyakorlatilag bejön két iskolás csoport 100-100 gyerekkel, az egyik 100 gyerek beül a játszótérre, és tulajdonképpen élvezi felhőtlenül szakemberek irányításával a legkülönbözőbb hangszereket, a klasszikus, a népzenei és a könnyűzenei hangszereket, mindegyiket, a teljesen ökumenikus a kiállítás, míg a másik 100 gyerek pedig beül valamilyen rendhagyó énekórára, eltelik egy óra és helyet cserélnek, és utána ez a 200 gyerek kimegy, és jön egy következő 200-as csoport. Hát tulajdonképpen így működött ez a történet, és hát ebből a 8 első nekiindulásból, 8 városból egyszer csak 18 lett, 28 lett, 38 lett, és most ott tartunk, ugye, hogy ha nem jött volna a vírus, akkor tulajdonképpen talán épp itt Vecsésen értük volna el a 100 000. Látogatónkat, hát ez most egyelőre várat magára, én nagyon bízom benne, hogy ősszel újra tudunk indulni, ugye 7 városra van még most ebben a támogatási ciklusban lehetőségünk, ahova elmehetünk, igyekszünk mindent pótolni, amit el kellett halasztanunk, és hát nagyon bízom benne, hogy ezt még nagyon sokáig tudjuk majd vinni, legalábbis addig, amíg tényleg el nem érjük mondjuk azt, hogy legalább az országunknak 15-20%-a játszon hangszeren. Ugye most, hogyha ott tartunk, és nagyon sikeresek lesztek, és azért van arra is tapasztalat, hogy a fiatalok mégiscsak szexinek tartják ezt a könnyűzenei ipart, de hogy egy picit azért az árnyoldalait is megmutathassuk, hiszen te rálátsz az elmúlt évtizedekre, mondjuk egy ilyen esetben, mint ahogy megjött a kis drága koronavírus, ez mit okoz a zenészeknek, a háttérmunkásoknak, hiszen ugye itt, ahol itt ülünk, a televízió tulajdonosa is már több mint 4 évtizede több zenekart próbál azért hát életben tartani, és ugye ebben a helyzetben, amikor nincsenek koncertek, nincsenek nyilvános fellépések, mit tehet egy zenész, mit tehet egy technikus? Hát te jobban rálátsz, ugye, mint egy zenei magazin. Imádkozhatunk. Sajnos nem tudok okosat mondani, egyszerűen az van, hogy minket ez letaglózott. Tehát a azonnali hatállyal, tehát statáriális és bestiális módon azonnali hatállyal véget érte a lehetősége
a munkánknak, az életünknek, a zenészeknek ugye nagy többsége igyekszik valahogy pótcselekvésként az interneten, biztos, hogy nagyszerű dolgokat adnak oda, és juttatnak az emberekhez, és tulajdonképpen ezzel próbálják, mint egy fájdalom csillapítani azt, hogy nem állhatnak színpadra, de azért azt ne felejtsük el, hogy azok, akik színpadra állnak, azok legtöbbször azért állnak oda, mert oda teremtődtek. Tehát ami a világot jelentő, az nem csak a színházi világban, hanem a zenei világban. Így van, sajnos ami rosszabb hír, az a háttérmunkások, tehát a hang, a fénytechnikusok, a szállítók, és tehát akár a turisztikát, és egészen ki tudnám bővíteni a vendéglátóiparig, az... Hiszen ezek komoly befektetést igénylő területek, tehát egy színpadi technika, egy fénytechnika, az nem 20 forint van, bizony, itt helyből, bizony, gondolom, bizony, bizony, bizony. Tehát itt sokszor sok 10-100 milliós beruházásokról beszélünk, ahol több száz ember dolgozik, képesek komoly fesztiválokat kiszolgálni, ők bejelentett munkakörökben vannak, tehát tulajdonképpen most már ugye 3 hónapja gyakorlatilag teljes bevétel nélkül, legtöbbször igen a felszereléseken is hitel van, illetve nem legtöbbször, de van olyan eset is, ahol hitel van, meg hát természetesen ez számunkra egy rémálom. Mennyire, tehát most ugye azért te sok emberrel találkozol a zeneiparban, mennyire van elkeseredve a szakma, most már bizakodnak, ugye még semmit sem lehet tudni, hiszen augusztus közepéig eleve nagyobb rendezvények jelenleg a mostani tudásunk szerint nem lehetnek, tehát mennyire vannak elkeseredve, hogyan mindenki nem mehet el ételfutárnak, árufeltöltőnek a szakmában, tehát mennyire lehet egyáltalán, hogyan lehet ezt átélni? Igen, hát azért azt érteni kell a zenész lelket is, tehát azért amikor egy ember egy komplett fél emberöltőt azzal tölt, hogy valamit kimaxoljon, tehát hogy ő tényleg a legjobban játszon azon a hangszeren, vagy a legjobbat adja, az nem fog elmenni ételfutárnak. Azért, mert az egész életének a nagy részét azzal töltötte, hogy azt, amit ő tud, azt a lehető legjobban tudja. Tehát ezt nem is várhatjuk el tőle. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azért mindenki bizakodik. Kicsit néha értetlenkedünk is, mert látjuk azt, hogy nem tudom, a repülőgépen ott ülnek 147-en 3-as sorokba, biztos, aki ült már repülőgépen, az látja. És nem minden zenei esemény óriási fesztivál. Tehát rengeteg olyan zenei esemény létezik, amely kisebb közönséggel abszolút működhetne, semmivel nem lenne veszélyesebb, mint mondjuk egy strandolás, ahol nem tudom, másfél méter egymástól ott ülnek csupaszon, tulajdonképpen törőközökön, egyébként meg sorban állnak a lángosért, és jószerivel egymás hátába törlik a zsíros kezüket. Tehát ettől nem veszélyesebb gyakorlatilag az, hogy 500 fős koncerteket tartsunk mondjuk szabadtéren, vagy esetleg nagyobb rendezvényhelyszínek fél házzal menjenek. Tehát akár több helyet kihagyva. Abszolút, meg tudnánk biztonságosan ezt oldani, és akkor tulajdonképpen, ha nem is kereshetnénk azt az összeget, amit egyébként normálisan, de legalább egyrészt dolgozhatnánk, ami nagyon fontos, nagyon hiányzik mindenkinek. Másrészt pedig az, akikről nagyon keveset beszélnek a háttériparban, legalább egy minimális mozgás bekerülne, mert ott nagyon félő az, hogy számos cég esetleg csődbe megy, és az senkinek nem lenne jó. Azért a mi iparági részünk, ugye már hát erről nem beszéltünk, de hát a főállásban én a Hangszeresek Országos Szövetségének a főtitkára vagyok, igen, és még van egy másik halmozati büntetésem, a Music Hungary Szövetségen belül pedig a oktatás tehetséggondozásnak a szakosztály vezetésével. Igen, ezt a műsoridő, hát ugye nem engedte volna meg, hogyha így most a Rémó összes titulását felszólaltuk volna, de azért örülök, hogy erről beszélsz. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy ugye azok az egységeink, a hangszeres kereskedőink, forgalmazóink, őket nem érintette most ez annyira meg, mert ugye rengetegen kezdték el felfedezni, hogy bizony-bizony a hangszer a világ legjobb játéka, tehát őket ez kevésbé érintette meg. Viszont ahogy beszéltük is,
a teljes szenikusokat, a hanggal, fénnyel, vizuál technikával foglalkozókat, azokat gyakorlatilag lenullázta. És ez egy, ő nélkülük nincsen ám zenei produkció. Tehát, hogyha ők nem tudnak újraindulni, akkor nem lesz. Akkor tehát, ha nem élik túl ezt az időszakot, igen. És jön... Igen, és azért azt lehet mondani, hogy a mi iparágunkban körülbelül olyan, tehát a háttériparágban nagyjából közvetlenül egy olyan 3500 ember az, akit közvetlenül érint. Vállalkozási szinteken az, hogy kiket tartanak-e, azért az egy újabb, nagyjából 20 000-es rész, és nem nagy az iparágunk alapvetően, ha a bevételi részét nézzük, ez egy nem túl nagy iparág. Ugyanakkor ez a nem túl nagy iparág igen nagy közönséget szólít meg, és igazából ez a nem túl nagy iparág egy hatalmas gömböt tart. Tehát nagy publikum van ennek a... Igen. Tehát nélkülük azt gondolom, hogy semmi sincsen. Tehát, hogyha nincs ott a technika, és nem olyan a minőség, az ma már elképzelhetetlen. Tehát muszáj lenne engedni legalább azokat a kisebb eseményeket, amelyek nem fesztivál jellegűek, vagy nem falunapok, hogy hagyd dolgozzunk, mert tényleg beláthatatlan következményei lesznek annak, hogyha a hazai technikus gárda, illetve a háttérkiszolgáló gárda az csődbe megy, akkor utána hiába kezdenénk újra koncertezni, az nem olyan lesz. És ez ügyben van, te ugye látod az egész iparágat, ez ügyben van mozgolódás, mert ugye van több iparág, aki már segítséget kapott, folyamatban vannak különböző szakmák, hogy lehet ebben reménykedni, hiszen most remélhetőleg nagyon sokan nézik. Hát az a helyzet, hogy a Music Hunger éppen a múlt héten indított el egy ilyen hashtag zenélnénk kampányt a Facebookon, meg mindenfelé, az éppen ez, és ezzel együtt értelemszerűen adott is be egy beadványt, a kérelmet vagy megkeresést a kormányzat felé, hogy próbálják meg nagyságrendbe elválasztani. Tehát nem minden zenei esemény több tízezres fesztivál. Elfogadjuk, hogy nem lehet tömegrendezvényeket tartani, de azt gondoljuk, hogy ez a 200-500... Ilyen helyérdekű, kisebb rendezvények, igen. Akár. Igen, és például mondjuk a saját érdekeltségembe tartozó Örmazenet egységkutató rendezvénynek minősül, de a mi esetünkben abszolút nem áll fönt ez, de mi sem tudunk menni. Pedig ott 100 ember nem egy időben. Ugye ez egy tehetségkutató, zenekarok felállnak egy színpadra, egy 5-tagú zsűri zsűrizik, jó esetben ott vannak a barátok, barátnők, nem szokott tömeg lenni, de a rendezvénytilalom ránk is vonatkozik, tehát nem tudunk elindulni. Ugye nagyon sok programot szervezel, gondolom neked az elmúlt hónapok, hetek munkával teltek ugyanúgy. Volt azért neked is, amin gondolkodnod, hogy hogyan tovább? Volt, igen, volt. Hát egyrészt ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye zenét tanítok. Ez a pár hónap, főleg az eleje, az adott lehetőséget arra, hogy mondjuk meg olyan dolgokba is belenyúljak, amiket esetleg 8-10 éve nem volt. Akkor például újraírtam a könyvemet, sikerült megcsinálnom a 2020-as verzióját, és igen, eldöntöttem én is, hogy e-learning irányba fejlesztünk tovább, és próbálunk elektronikus tananyagokat elkészíteni, összeszedni, és az Öröm a Zeneiskolát egy elektronikus úton elindítani. Ez szerintem ettől függetlenül is, tehát a vírustól függetlenül is aktuális, így meg pláne aktuális, tehát volt ezzel is tendő. Nyilván, mint mindenkiben, bennem is elképesztő gombóc a gyomorban, hogy ugye a 26 Öröm a Zene tehetségkutatóból 20 torlódik őszre, úgy, hogy a vége az viszont határozottan szeptember utolsó napjaiban meg kell, hogy történjen. Ugye a 10 hangszert a kézben eseményből 7 kerül át. Ott van egy Budapest Music Expo, amit szintén szeretnénk, ugye tavaly nem rendeztünk, idén mindenképp szeretnénk megrendezni. Hát érdekes ősznek nézünk elébe, hogyha
Ide most még ide kell venni azt, hogy ugye mindenki azt diagnosztizálja, hogy visszatér a vírus, tehát akkor aztán pláne, én azért nagyon bízom benne, hogy ez nem így lesz, abban is bízom, hogy egyrészt szerintem elképesztő fegyelmezett ország Magyarország, bárki bármit mond, lehetett látni, hogy ezt amikor kellett, akkor az emberek azt csinálták, amit kellett, úgyhogy én csak kalapot tudok emelni. Pontos, és egyébként nagyon bízom abban, hogy szerintem tele van az országunk zseniális emberekkel, zseniális tudósaink vannak, meg fogják találni a megoldást. Hiszek is bennük, és azt gondolom, hogy most is, meg eddig is éjjel-nappal dolgoztak, úgyhogy én úgy érzem, hogy itt a nyár ez most szépen elintézi ezt a koronavírust, és nem lesz semmi baj. Remélem, így lesz. A műsoridőnk sajnos a végéhez közeledik. Ugye a 21. században remélem, hogy optimista ember, így amennyire megismertelek, mindenképp optimista embernek láttalak. Megvan a szerepe a 21. században, ha előre tekintesz a hangszeres zenének, a gitárnak, vagy ez mint a dinoszauruszok. Bár mondjuk ugye van is itt egy ilyen együttes a videós. Szerintem ez soha az életben nem fog kimenni a divatból, nem is mehet ki. Az egyik az, hogy a világ legjobb játéka, az a zene. A zenéléstől jobb játék nincs. Csajozni is lehet. Hát hogyne. Hát azért sokan azért kezdték el, valljuk be. Csak azért mondtam, hogy a műsor. Valljuk be, azért lettem tanár, mert megtaláltam a csajomat. Na mindegy. Szóval, hogy gyakorlatilag én azt nem gondolom, hogy ez ki tud menni a divatba. Egyszerűen azért nem, mert ettől jobb dolog szerintem egy emberkével nem történhet, hogy hangszert fog a kezébe. Andrássik Remo, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat. Köszönöm. Én nem tudom, milyen jó kívánságot mondhatnék. Legyen mindig hangszer a kézben, akár a tiédben, akár mindenkiében, és ne csak 20%, legyen mondjuk 50% az ügy kielég. Ámen. Kedves nézőink, önöknek a figyelmet köszönjük, de mielőtt elköszönnék, nagyon fontos információkat el kell még mondanom. A vonalas számunk, amelyet nagyon sokan használnak, 0-29-352-362, e-mailt is küldhetnek a williams@williams.hu-ra. Adásainkat visszanézhetik a YouTube csatornánkon, illetve élőben is nézhetnek minket. És természetesen, hogyha szeretnének, akkor a Facebook közösségi oldalon is üzenhetnek nekünk, és lájkolhatják posztjainkat. Azt hiszem, nem maradt ki semmi, mint hogy önök se feledjék, hogy a zónában vannak, és vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra. A viszontlátás. A műsor támogatta az Alpet Kft. Az építkezésben otthon vagyunk. A Hadrik Hangszer Monor. Hangszerek minden korosztály részére. A Williams gyermekdivat vecsés, minőségi és új használt gyermekruhák újszülöttől a kamaszkorig.